Sziasztok! 2022. október 6-a délután 14:30 van. Megmutatom nektek eladó sorba került házunkat. Van két bejáratunk, később majd még szót ejtünk róla, hogy miért, sőt meg is mutatom. Bejövünk a fő-fő bejáraton. Nem vagyok operatőr, nézzétek el nekem a rázkódást, meg a kisebb-nagyobb hibákat. A telefon mikrofonja elég érzékeny, így aztán lehet is hallani, hogy mennyire zártuk már ki a külső zajokat. Szóval megérkeztünk. Kezdjük a földszinten. Itt van a mi kis étkezőnk. Ott a konyha. És a nappali. Megpróbálok nem túl sokat időzni egy-egy helyen, hogy időben végezzünk és feltölthető legyen a videó. Nézzük a konyhát. Nekünk elég tágas, akár úgy is, hogyha ketten főzünk itt. Gáztűzhelyünk van, illetve most már használunk egy indukciós főzőlapot is. A sütő az elektromos. És itt van a szuper kis mindent tudó mikronk. Azért mutatom meg az elektromos eszközöket is, mert alapállásban a mikrótól a tévén át, a mosógépig, a bútorok, minden itt marad, és az irányárban benne foglaltatik. Ha nincs rá igény, akkor nyilván az tárgyalás kérdése. Szeretek itt főzni, mert nagyon jól lehet közben látni a tévét, és szemmel tartani az egész családot. Nem marad ki semmiből az, aki éppen főz. Szép világos nappalink van. A teraszra egy gyönyörű üvegfallal, és a kertre néz, amit majd megtekintünk később. Innen tudunk bemenni a hálószobába. És a kérdést megelőlegezve rögtön válaszolok is, nem tapétázott bútorok vannak. Ez eredetileg ilyen festett bútor, egy nagyon-nagyon rövid ideig volt kapható az IKEA-nál, és rendeltünk hozzá külön ilyen szép kis porcelán fogantyúkat. Hát, akinek ez számít, az értékeli. A hálószoba a kert hátuljára néz, az általunk plázsnak becézett medencésre. Azon az ajtón jöttünk be a nappaliból, és azon az ajtón távozunk a fürdőszoba felé. Igazából nem is tudom, hogy itt van-e bármi extra, amit érdemes megemlíteni. Mosdó, sarokkád. Mehetünk tovább. Innen visszaérkezünk oda, ahol bejöttünk. Ott jöttünk be. Ez az ajtó itt a legfontosabb, mert hogy itt van a WC és a mosóhelység. Csinálok egy kis fényt rögtön. Alapállásban marad a mosógép, és a szárítógép is, amiről azt kell tudni, hogy nem hőszivattyús, hanem ott fönt arra kifele kifújja a gőzt. Szeretjük, mert sokkal kisebb a meghibásodási lehetősége, gyorsan végez, és nem dohosodik itt körülötte semmi. Ezt lekapcsoljuk,
Bocsánat, ha ugrál, de nem tudom másképp megoldani. No, nézzünk föl az emeletre. Nálunk mindenhol van ilyen kis kerítés, majd meglátjátok, mert hogy együtt lakunk a kiskutyánkkal, és nem akarjuk, hogy mindenhova oda menjen. Ez itt szemben egy két személyes infraszauna. Mindjárt megnézzük jobban. Ez itt az egyik fiú szoba. Hát itt már elég rendesen ki van pakolva minden. Igen, igen, nyikorog a padló. Ügyes kezű szaki majd megcsinálja. Minket kevésbé zavart. Ez az egy szobánk nyílik a főútra, és csendben maradok, akkor lehet is hallani, hogy mennyire szűrődnek be a főút zajai. Ennyire. Menjünk tovább. Itt a gerendába beépítve van a világítótest. Nem foglal plusz helyet. A szobával szemben van az emeleti zuhanyzó. Fókuszálhatunk. Nem titok semmi. Ez ilyen. Itt a polc alatt van még egy WC kiállás, hogyha valaki ide az emeletre WC-t szeretne, akkor megoldható. Haladjunk tovább. Nekünk ez a korláttakarás félkész. Vagy leszedi, aki úgy akarja, vagy visszateszi. Mi már ezzel nem akartunk nagyon foglalkozni. Ő a szauna. Most tekintsünk el attól, hogy bekapcsoljam. Folyosó végén van egy ablak, gyönyörűen besüt a napocska, rajta délutánonként egészen a konyháig levilágít. Itt az irodám már össze van készítve utazásra. Ez a másik fiúszoba. Itt van egy fűtő-fűtő klíma, ez a legmelegebb szobánk. De nyáron ezzel az egy klímával tudtuk hűteni az egész házat, úgyhogy nekünk kellemes volt. Van még itt egy kis dolgozókuckó rész is. És ez az ablak, ami itt van, ez a veteményesre néz. De majd megnézzük jobban, ha odaérkezünk. Most pedig leszaladunk a pincébe. De mielőtt odaérünk, egy gondolatra még megállok, amik még kimaradtak a folyosókon és a nappaliban. Tiffany sorozat lámpái vannak, az étkezőben és a konyhában pedig Tóth sorozat SK. Ez a kis kályha egy 15 kW-os toldi kandalló. Bármilyen hihetetlen, az egész házat képes befűteni, hogyha mi ezzel szeretnénk éppen fűteni. Most leszaladunk a pincébe.
ez valamikor garázs volt, de mi sose használtuk annak, mert elég meredek a lejáró. Hát, sok mindent már nem tartunk itt. Van egy kazánházunk. A kazánnal. És a kúthoz a szivattyú, illetve ott van alul a bejövő víznek a szűrője. Házóra. Ezekről nagyon sok mindent nincs mit mutogatni. Itt van még egy kis kuckó, néhai barkács műhelyünk. Alacsonyabb emberek előnyben vannak. Na, ezért. Ja. A pince lejárót, azt mi befettük, és tökéletes, tökéletes tűzifatároló lett belőle. Ez most megint az utcafront felé vagyunk. Ezt majd lehet is hallani. Szeretjük, hogy annál a kapunál csak megáll a tűzifás, leborítja, és csak be kell pakolni, még cipelni se kell. És házon belül egy lépcsőn föl is tudjuk vinni. Hát, pincéről ennyit. Most pedig megnézzük, mit rejt a másik bejárat. Na, eddig ezeket nem hallottuk. Itt a két bejárat között ott fönt van az inverter a napelemhez. De a másikon bejövünk. Nekünk ez volt a cukrászműhelyünk. Ezért aztán a kialakítása is olyan, ami ahhoz kellett, hogy működhessen. Van egy WC, mellette egy kis öltöző, a kettő összenyitásával, vagy akár így külön ide remekül lehet egy zuhanyzó fülkét sikeríteni. A néhai raktár. Ez is több célú lehet. Ott az a luk, az egy lehetséges vészkiállás. Lent a pincében már van a hozzá szükséges cső és minden. De ha ezeket a falakat innen elveszük, akkor egy remek világos kis szoba is lehet. De lehet akár egy kis konyha, ki minek szeretné. Ez volt nekünk az egyik konyha részünk. Ez is lehet bármi is. Akár hálófülke, akár visszakaphatja a konyha szerepét. Ugye ott a mosogató, ott van mellette a háromfáz és egy elektromos tűzhelyhez. És itt van nekünk egy hűtő-fűtő klímánk is. Tovább jövünk. Ez a másik rész pedig, ez szintén a főút fele nyílik, ez az egyetlen könnyű szerkezetes rész. A csempék eltakarásával ugye föl lehet akár gipszkartonozni, vagy lambériázni ki, hogy szeretné, aki akarja, nagyobb ablakot csinál. Ez egy 16 négyzetméteres. Akár nappali, iroda, bármi is lehet. De így, ahogy van, az egész újra alkalmas bármiféle élelmiszeripari vállalkozásnak. Ez volt az eladótér. A kupéért elnézést kérek, itt mi már nem nagyon vagyunk, csak itt hol azt lepakolgatunk. Ugye mi itt az ablakon szolgáltunk ki. Hát, raktár. Vagy aminek szeretnénk.
És megérkeztünk a kocsi bejáróhoz. Nem fogom most kinyitni. Távirányítóval vagy wifivel nyitható. Ez a kocsi beálló, ez három autó beállására alkalmas. Nekünk ott már össze van csomagolva az életünk, hogy költözhessünk. Itt a kocsi beálló mögött van egy hőszigetelt raktárhelységünk. Centis hőszigetelést kapott. Mögötte van egy sima, egyszerű fedett kis pakolós rész. Ez pedig a belső kerítésünk. Több szempontból is jó. Hangfogó, biztonsági megoldás, a gyerekek, egy kis állatok vannak. Ezt a teraszt látjuk a nappaliból. Erről a teraszról tudni kell, hogy téliesíthető. Ilyen mobil panelekkel azt is meg fogom majd mutatni. Van egy fenyőszigetünk. Sok-sok kismadárnak a lakóhelye. Tavaly még telepítettünk örökzöld magnóliát, meg lombhullató magnóliákat. Ott hátrébb egy tulipánfát, ez itt egy termő citrom, ólom virág. Ezek a dézsások ott a teraszon mind áttelelnek, sosincs mínuszfok a teraszon, hogyha be van építve. Ez egy óriási nagy magnóliafa, idén tavasszal millió hófehér virága volt, és kedvencünk a tűzrakó. Megnevezése most már kicsit csalóka, mert nem rakjuk a tüzet, csak begyújtjuk. Mi átszereltük gázosra, így biztos, hogy megkíméljük a növényzetet, ami egész nyáron csodás árnyékot biztosít. Nem is beszélve arról, hogy rettentő hangulatos, amikor májusban a millió lila fürt lóg. Ez itt az elvonuló helyünk. Lehet duzzogni, elbújni, pihenni, ki mit akar. A néhai kis tó most már azt várja, hogy az ott tömörödjön, földdel feltöltsük, és, vagy feltöltsék, és mondjuk hortenziás legyen. Ez itt az égigérő fanyarka, madaraknak ültettük, de nagyon finom a termése, versenyt teszünk a madarakkal és a kiskutyánkkal. A kertnek a parkosított részét a veteményestől gyümölcsfa kordonnal választottuk el. Almafák, és körtefák. Sajnos így októberben már nem olyan szép minden. Előbb is eszembe juthatott volna a filmezés. Az ott a kutyakennel, szőlővel, tamariskával árnyékolva. A szőlő különösen finom mag nélküli. Csemege. Ha itt tovább jövünk, akkor van egy tárolóhelységünk, és ha még tovább jövünk, van még egy, ami a néhai tyúkol. Itt van a víz is, idehoztuk. Ez bármikor lehet újra tyúkol, hogyha valaki úgy szeretné. Tökéletesen alkalmas rá. Mi most tárolónak használjuk. De itt laktak a pipik.
Itt van hátulra még egy kifutójuk, és amennyire lehetett próbáltuk fedni, hogy esős időszakban ne ázzanak el az állatkák. Ezt itt lekapcsolom. Bocsánat, bocsánat, mindjárt nem rángatom ennyire. Megyünk tovább. Vissza a teraszig, bár nem kellene, mert hátul is van kiskapu, ott is be tudunk menni a veteményesbe. De így most egyenesebb volt az út. Ez itt a plázs, ezt láttuk a hálószobából, az ott egy 3,5 méteres merevfalú sűlyeztett medence, 1,40 mély. Itt fölötte szőlőlugas, most már szépen beengedi a napfényt, nyáron pedig jó dús és árnyékol. Bent is hűvöset csinál, és idekint is. Mi madárbarát ház vagyunk, azért vannak ott a madáretetők, mert szeretjük ébredéskor látni. Ez a gyönyörűség már épp elvirágzott. Ő egy kínai selyem mirtusz. 4 éve növöget itt, és már ilyen szép nagy. Ezen a részen van 11 magas ágyásunk. 1,5 méter x 3 méteresek. 60 centi magas. Mindegyiket termőfölddel töltöttük fel. Most idén egy kicsit túlteng a büdöske, de hát már úgy is vége a termés időszaknak. Ott még van egy árva uborkánk. Mentve kéne tenni. Paradicsom hegyekben. Sose tudjuk megenni azt a étterem. Egészen egyszerűen kevesek vagyunk hozzá. Itt tök volt. Még van egy picike. Mi ide hordjuk a kaszálékot, zöld hulladékot, illetve a kaszálékkal mulcsolunk is. Ott is lehet látni. Úgy vannak kialakítva a magas ágyások, hogy ez a három itt akár be is fóliázható. Megvan hozzá a remek váz. Az a három pedig ilyen egészen magasan lett vas szerkezettel felépítve, hogy lehessen rá futtatni. Egy egyszerű uborka hálóval megoldható a kérdés. És ott a vas szerkezet tetején végig fut 70 méter fekete cső, amivel a medencénket melegítjük. Így már május végén van rendes, megfelelő hőfokú víz, és lehet fürdeni. Ha ide hátra jövünk, akkor itt is van két magas ágyás. Megint nem már jobban látszik a kivi is. Lassan már termőre kéne, hogy forduljon. Ennek a két magas ágyásnak itt vannak ajtajai is. Újra kell majd fóliázni, de akár hideg ágyat lehet benne csinálni. Én ide telepítettem a mentát. Nagy mentafogyasztók vagyunk. Ide meg a snidlinget. Kéne nyesegetni. Egy kis rozmaring. Levendula. És áfonya. Körbe is értünk. A veteményes körül. Van itt hátul is egy ilyen fedett tároló részünk. Nekem ez a kedvenc teregető helyem, sose süt ide a nap, nem szívja ki a ruhák színét. És akkor innen is a plázs. Tulajdonképpen körbeértünk. Még egy pillanatra vissza kell, hogy menjek oda hátra, amit nem mutattam meg, nem mondtam el.
Itt vannak azok a panelek, amikről beszéltem, amivel téliesíthető a teraszunk. Jó, hosszú videó lett, remélem, hogy sikerül feltölteni, és őszintén remélem, hogy sikerül végignézni is. Nyári képeket láthattok az albumban, hashtag Tótékháza a Facebookon. És a leírást is, minden egyebet. A napelemről, azt még megmutatom. 22 darab napelempanel, bőségesen elegendő a családára, mellátására. Minden kérdéseddel hívhatsz minket, 3673-34-es, 0941-es, vagy a 3630-348-2804-es telefonszámon. Várjuk a kérdéseket!